Fergeteges táncházzal indult a Szüreti Hét programsorozata a Nyíregyházi Búzaszem óvodában. Az intézményben évek óta tematikus hetek keretében ismerkednek a gyerekek, többek között az őszi munkálatokkal és a szüreti hagyományokkal. Nagyon fontos a hagyományaink megismerése, a népszokások, néphagyomány, mindez a mai gyerek, városi gyerek nagyon ritkán találkozik azokkal az eszközökkel, amiket ezen a héten, de folyamatosan természetesen a következő héten is az ősz folyamán használnak, megismernek, kukoricát mozsolnak, napraforgót bugáznak, ez mind-mind a hagyományainkhoz tartozik. Otthon a családban ezt nem minden szülő tudja biztosítani, hogy megismerjék a gyerekek. A színes programok között volt közlekedésrendészeti nap, de az udvar szépítésében is ezen a héten segítkeznek a gyerekek. Oda rab bele! A környezeti nevelés része, hogy a szüreti hét alatt virágot ültetnek a kicsik. Ebben a szülők is partnerek. Rengeteg őszi virágot, illetve virághagymát hoznak ilyenkor az intézménybe. A programkavalkád fénypontja kétségtelenül a must készítés, ami természetesen a szőlőszemek kóstolásával indul. Ebből eszegethetted, megkóstolhatjátok, ha szeretnétek. Aztán pedig jöhet a kemény munka. Nézel, gyerünk, jó erősen! És az elmaradhatatlan kóstolás. Októberben az első osztályba készülő gyermekek szüleit is várják majd a Búzaszem óvodába. Most október folyamán reméljük, hogy még a járványhelyzet engedi, a tanköteleskorú gyermekek szüleinek fogunk szülőértekezletet szervezni. Tanítónénit hívjuk meg, aki el fogja mondani, hogy hogyan, milyen fejlettséggel, milyen szokásokkal, milyen tudással, gyakorlati tanácsot ad a szülőknek, hogy kik azok a nagycsoportos gyerekek, akiket majd az iskolába várnak. Úgyhogy pszichológus fogja elmondani az érettségi fokot, úgyhogy várjuk szeretettel majd oda a szülőket. Az intézmény arra törekszik, hogy a környezettudatos gondolkodás, valamint a hagyományőrzés fontossága mellett az egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretek is beépüljenek a gyerekek mindennapjaiba. Még ősszel egészséghetet tartanak a kicsiknek, ahol a tervek szerint többek között szülőkkel közös tökfaragást szerveznek majd.